Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV Lélektükör című műsorát látják. A pszichológiában az egyik legnagyobb téma az ember erőszakossága. Az agressziónak sok megjelenési formája van, a beazonosítása éppen ezért nem is olyan egyszerű. Lehet fizikai, lehet lelki vagy verbális. Történhet ez aktív támadással és passzív módon is. Irányulhat a másik ember ellen, de akár saját magunkkal szemben is tudunk ártalmasan viselkedni. A versenysport az egyik olyan területe az életünknek, ahol megjelenik az erőszak, a testi közelség és a teljesítménykényszer, ugyanis sokszor kényes határok átlépését eredményezheti, mondják a szakemberek. Indulat és az indulataink kezelése lesz a mai témánk. Vendégem Pálvölgyi Ágnes, sportszakpszichológus, a Sport és Lélek Sportpszichoterápiás Egyesület alelnöke, szakmai vezetője. Ági, köszönöm, hogy eljöttél beszélgetni. Köszönöm a meghívást. Kellett ahhoz is valamiféle agresszió valamilyen szinten, nem? Hogy én ezt ki tudjam mondani, ezt a belső feszültségemet legyőzzem, hogy képes vagyok kimondani a te titulusodat, sportszakpszichológus. Jól mondom? Igen, jól. Szóval ez is már, itt is már megjelenik, nem? Vagy hol van ennek az eleje? Az eleje hol van? Az agressziónak az eleje hol van? Hát, ez egy nagyon jó kérdés, és azzal, amit mondtál itt, hogy már ehhez is kellett egy agresszió, rögtön a közepébe csaphatnánk, de én egy kicsit onnan kezdeném, hogy az agressziónak a definiálását, azt úgy mondják a szakemberek, hogy egy olyan belső késztetés, aminek a viselkedéses megnyilvánulása az oly módon történik, hogy valaki másnak, vagy ahogy a bevezetőben is mondtad, akár saját magunknak, szándékosan kárt okozunk, vagy fájdalmat okozunk. Tehát a szándékosság. És igen, a kezdeti definíciók, azok így néznek ki, benn van a definícióban, igen, a szándékos károkozás. Na most akkor, ha mellé tesszük a kérdésedet, hogy akkor kellett ahhoz is már agresszió, hogy ki tud mondani ezt a bonyolult szókapcsolatot, akkor ebben vajon volt-e károkozás, vagy bármi ilyesmi? És hogy akkor ebben van-e agresszió, vagy nincsen? És hogyha egy kicsit elkezdjük ezt föltenni mondjuk a sportpályára, hogy akkor mi az, ami agresszív, és hogy hol van bennünk az agresszió, és hogy lehet, hogy ezeket a definíciókat, amit így eleinte a tankönyvekbe írtak, érdemes egy kicsit árnyalni. Mert hogy szerintem nem olyan egyértelmű a sportpályán az, hogy minden, ami szándékos, csak az agresszió-e, vagy egyébként is ott van bennünk az agresszió. És hogy ez egy ilyen nagyon ördögtől való dolog-e, vagy pedig alapvetően szükséges az élethez, vagy az életben maradáshoz. Ugye annak idején, amikor az embernek élelmet kellett szereznie, hát nem tudom, vessen követ rám, de hogy biztos kellett agresszió ahhoz, hogy leöljön egy állatot szemtől szembe, vagy utána fusson, vagy megkeresse egyáltalán és leölje. És hát nyilván annak az állatnak az károkozás, de hát közben meg erre szükség volt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy az agresszív késztetés az mindig ott volt bennünk, és most is ott van bennünk. És hogy elkezdenék egy kicsit különbséget tenni a között, és ez lehet, hogy csak nevezéktan, de majd így kimondhatjuk, hogyha kíváncsi vagy rá. Tehát szóval, hogy különbséget tenni az agresszió és az erőszak között, vagy az agresszió és az erőszakos bántalmazás között. Másképp kell kezelni ezt a témát a sportban, mint a sporton kívül? Kezdjük innen. Másképp tekintünk rá? Az jut eszembe a válaszként, hogy miért kezeljük másképp. Az én gyerekem az edzőtől egy évvégi összefoglaló után, vagy az évvégi összefoglalóban azt kapta, hogy miben kellene fejlődnie, agresszívebbnek kellene lennie, nem tudom, védekezésben vagy támadásban. Tehát szerintem akkor itt a különbség, hogy a sportban szinte elvárás, hogy agresszívak legyünk. A
civil életben, egy osztályteremben, amikor ülünk töri órán, ott nincsen olyan elvárás, hogy agresszívek legyünk, sőt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt már rögtön van egy különbség. Még egy picit akkor maradjunk a sportpályán kívül. Azon gondolkodom, hogy vajon az önvédelemhez, meg az önérdek érvényesítéshez mennyiben kell az agresszió? Hát én azt gondolom, hogy szükséges, mert hogy ez egy olyan hajtóerő, ami ösztönöz minket. Hogyha egy kicsit belegondolunk abba, hogyha mondjuk dühösek vagyunk, hogy valami nem sikerült, szerintem abban is van egy kis agresszió. De hogy ettől, hogy dühösek vagyunk, elkezdünk rombolni, csapkodni, vagy pedig azt mondjuk, hogy oké, most nem sikerült, de a következőben már csak azért is megcsinálom. Akkor is ott van az a hajtóerő, nem? Az az agresszív hajtóerő, amitől én cselekvőképessé válok. Cselekvőképesség. Igen, cselekvőképesség. A személyben megbújó agresszió mértéke mennyiben befolyásolja azt, hogy a sportolóvá válik? Milyen sportágat választ? A sportág kiválasztása és az agresszió összefügghet-e? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ilyen irányból nem tudok, nincs a fejemben kutatás, hogy ez a kettő összefügg, hogy ki mit választ. Meg azért a sportág választásban, valljuk be, nagy mértékben a család is belejátszhat. Egy gyereknek a sportág választásában legfőbb szerepet az játsza, hogy mondjuk egy barátja elhívja-e, hogy ő ott hogy érzi magát. Úgyhogy ez a fiatalkori sportág kiválasztás, nem hiszem, hogy ilyen módon az agresszióval a gyakorlatban összefüggne, de lehet, hogy vannak rá kutatások, ezt nem tudom. Azt viszont ide tudom hozni, ami egy kicsit kapcsolódik a kérdésedhez, hogy vajon a sport akár növeli az agressziót, vagy hogy az agresszió, mint személyiségvonás hogyan jelenik meg sportolóknál és nem sportolóknál, civileknél. Dr. Morvai Sej Katának a doktori értekezése egyébként ebben a témában született, és az a központi kérdés feltevése, hogy vajon van-e különbség a búdóharc művészetet űzők személyiségvonásbeli agresszió szintje és a civilek agresszió szintje között, és vajon ennek a sportági csoportnak a bevezetése mondjuk egy iskolába vagy iskolai testnevelés órába segítheti-e az iskolai agressziónak a kezelésén. De ugye ahhoz, hogy ennek van-e relevanciája, aztán meg kellett vizsgálnia azt, hogy vajon kinek magasabb az agresszió szintje. Sportolóknak, ugye karate, judo, jiu-jitsu ezt a vonalat képviseli, és ebben vizsgálódott, vagy a tanulóknak. És hát a kutatásai során arra jutott, hogy a harcművészetet űzőknek sokkal alacsonyabb volt az személyiség vonás. Ugye különbséget szoktunk tenni vonás agresszió és állapot agresszió között. A vonás az inkább ilyen személyiség jellemző karakterisztikus vonások, az állapot az pedig egy adott szituációban én hogyan reagálok. És hogy azt találta, hogy a vonás szintű agresszió is sokkal alacsonyabb a harcművészetet űzőknél. Aztán együtt is csináltunk egy kutatást, ahol már nem, mert ugye lehet erre azt mondani, hogy hát harcművészet persze, amögött van egy filozófia is, egy olyan háttér, ami segít abban, hogy hogyan kezeljük az agressziónkat, az indulatokat. És egyébként ez is egy fontos kérdés, hogy az indulatokat hogyan kezeljük. Na, de hogy megvizsgáltuk nem csak harcművészeknél, hanem többféle sportot űzőknél ugyanezt, és összehasonlítottuk civilekkel, és ugyanez az eredmény jött ki. És a kérdőívnek több alfaktora is volt, nem csak egy összpontszám, ahol fizikai agresszió, verbális agresszió, hosztilitás, az ilyen ellenségességet jelent, és düh alfaktorokat is külön-külön nézett a kérdőív. És mindenhol szignifikáns különbség volt. Egynél nem, a verbális agressziónál nem, de a többi alfaktornál szignifikáns különbség volt a sportolók
és a civilek között, és a sportolóknak alacsonyabb volt az agresszió szintjük. Egy nagyon fontos mondatot mondtál ezelőtt, a téma előtt, ugye az elvárással kapcsolatban, a gyermekedet említetted példaként, hogy az agresszió ugye elvárás a sportban, a teljesítménye szükséges. Most nézzük akkor azt, hogyha valakinél mondjuk ez alacsonyabb szinten van, lehet-e ezen dolgozni? Illetve hogyan zajlik akkor ez a sport szakpszichológusként? Jó. Én visszadobnám a labdát a sportszektornak, mert hogy a rendelőben azon nem hiszem, hogy dolgozunk, hogy agresszívebb legyen a sportoló, hanem pont arról van szó, hogy a sport hozza meg azt, a sport helyzetek hozzák meg azt, hogy a gyerek beletanul abba, hogy bizonyos szituációkban hogyan viselkedjünk, és hát jó, megint csak gyakorlati példát tudok hozni, talán így a leginkább érthető. Vegyünk egy kézilabdát, vagy egy kosárlabdát, ahol gondoljuk el azt, hogy vajon lehet-e agymatagul védekezni. Szerintem nem, mert akkor simán a támadás az elmegy mellettem. Úgy állunk oda védekezni, hogy határozottan, hogy itt vagyok, megérkeztem. Ugye kell, hogy legyen egy határozottságon túlmutató agresszió is akár szerintem. Na most, hogyha ő a csapatban mindig így lagymatag, előbb-utóbb ő maga is észre fogja venni azt, hogy hát ebbe bele kell tenni valamit. Itt aztán össze kell magamat szedni, és elkezdi ezt a sorozatos edzések, a helyzetek során, hogy ezt így megengedje magának, hogy egy kicsit... Megengedje magának? Megengedje magának akár, igen. Most nyilván az egyén válogatja egyébként, hogy van, aki ezt így nagyon visszafogja, vagy tényleg egy ilyen báránylelkű, de hogyha meg nagyon báránylelkű, és nagyon nem tud ebbe beleállni, akkor majd úgyis keres magának másik sportot, ahol mondjuk kevéssé, vagy máshogy kell ezt működtetni, bár én azt gondolom, hogyha nézzünk egy tornát, ahol akár egy testnevelés órát, de legyen sport, versenysport akár, ahol mondjuk szekrényt kell ugrani, hát arra dobbantóra, arra oda kell ugrani, arra nem lehet csak úgy oda sétálni és egy picikét ugrani, ahhoz oda kell tenni magunkat, vagy úgy érkezünk le a torna gyakorlat után, szinte bele a földbe. Hát egy kicsit, hogy így pörögnek a fejünkben ezek a képek, amit a sportolókról látunk. Ez mindenhol ott van, és szükséges. Hogyan szűrődik ez be a versenysporton kívüli életbe? Átkúszik ez? Hiszen az ember ugyanaz, vagy nem? Ott van egy határ a belépőnél? Igen, hát erről megint egy külön, azt gondolom, néhány órás előadást lehetne nyitni. Azt tapasztaljuk, ezt viszont már a rendelőben, hogy alapvetően nem kúszik át. Sajnos, és én azt mondom, hogy sajnos van egy ilyen nagyon éles határ a sport és a sportpályán megélt dolgok között, és ami a civil életben van, általában ezt így teljesen külön kezeljük. Tehát nem ugyanaz a működés van. És nagyon sokszor nem ugyanaz a működés. Holott, ha végig gondoljuk azt, amit az előbb mondtam, akkor valószínű az a báránylelkű gyerek, vagy aki visszafolytja az agresszióját, és nem használja, ő az iskolás társai között elképzelhető, hogy akár többször kap bántást, vagy ő kerül hátra egy sorba, vagy ő az, akit nem vesznek észre. Pedig, hogyha azt a helyzetet, ahol a sportpályán bele kellett állni egy szituációba, és akár képes volt arra, hogy feltartóztasson egy támadást, azt a határozottságot át tudná vinni egy iskolai folyosói helyzetre, akkor lehet, hogy már észrevennék. Akkor az a kérdés, kapcsolódnának. Igen, hozzá. De tudod, mi jut eszembe, hogy az a kérdés, hogy mennyire meríti ki mondjuk ez a készenléti állapot, meg ez a druk, az ő energiakészletét, hogy marad-e még szufla arra, hogy máshol is ezt a tartást, ezt az erőt vigye tovább? Hát, vagy nem adekvát a kérdés? Hát szerintem mindenképpen, hát hogy így nem meríti ki, mert hogy másnap reggel föl kell, és teljesen új napot kezd. És hogy igaziból az a kulcs, hogy a működtetése ennek,
hogy az az átkapcsolás nincs meg. És akkor, hát hogyha annyit megengedsz, hogy azt gondolom, hogy például sportszakpszichológusként rendelőben nekünk ez nagyon fontos feladatunk lehet, és kell, hogy legyen, hogy azokat az élményeket és tapasztalatokat, amik a sportpályán megtörténnek, azokat tudatosítsuk, és segítsünk abban a sportolónak, akár felnőtt, akár gyerek, hogy ezt tudja a civil életre is relevánsnak látni. De akár egyébként ez oda-vissza is működhet. Tehát ez, én azt gondolom, nem csak egy egyirányú folyamat kell, hogy legyen, hanem ha neki van valami erőforrása, amit a civil helyzetekben tök jól csinál, akkor azt épp úgy be lehet vinni a pályára is. De jellemzően a sportpályán nagyon intenzíven sűrűsödik nagyon sok érzelmi helyzet, úgyhogy inkább azért az az irány szokott lenni, hogy onnan tudunk merítkezni, és ezt át tudjuk vinni. Most beszéltünk az agresszióról, mint egy ilyen hajtóerőről, ami a sportban egy nagyon fontos elvárás a teljesítményhez bizony, hát feltétel szükséges. Ez nagyon jó mondat, ugye? Igen, szükséges a teljesítményhez. Feltétel. A sikerhez vezető út egyik eszköze, vagy nem tudom, vele járója. De mondtad itt néhány perce, hogy azért az indulatról, meg az indulatkezelésről azért beszéljünk, mert azért adódik a kérdés, ugye? Hogy annak a kezelni tudása, nagyon sok helyzet tud adódni, nagyon sok nehéz helyzet, ami a civil életben nem feltétlenül, vagy olyan módon nem. Pontosan. Hogy ennek a kezelése akár a közelség, akár a drug, akár a kényszer, akár a határ, testi határainkig elmenni folyamatban, nyilván rengeteg érzelem dolgozik egy emberben. Szóval, hogy ennek a kezelése. Igen. Ahogy mondtad, hogy a határaink, talán mondhatjuk azt, hogy mások a sportban. Akár a testi, akár ez így a lélektani határok is, amik a civil életben sokkal távolabbiak, és hogy ezért nem ugyanaz a helyzet, és egyébként lehet, hogy ami a sportpályán amúgy agresszívnek nem minősülne agresszívnek, az a civil életben már furcsa lenne. Szóval, hogy nyilván ebben van különbség. De hogy maradjunk az indulatok kezelésénél, ugye ez nagyon fontos kérdés, mert nagyon sokszor átbillenhet az agresszív működés már olyanba, amit az elején a definíció is tartalmaz, hogy ebből károkozás legyen. Megtörténhet az is, hogy akár szándékos károkozás történik, és itt most, ha visszamegyünk egy kosárlabda pályára mondjuk, talán az széles körben ismert és jól érthető lesz, ahonnan hozok példát. Ugye a bírók, hogyha szabálytalanságot látnak, akkor azt jelzik, ugye fújnak, fautot fújnak. De hogy kétféle fautot is megkülönböztetünk a kosárlabdában, nem tudom mennyire tudod. Az egyik a faut, a másik a szándékos, vagy manapság sportszelűtlennek mondják. És szerintem érdemes megnézni a különbséget, hogy a faut az olyan helyzetben történik, amikor ugye védekezünk, persze ott van az agresszió, a védekezés az a labdára irányul, nem a, egyrészt ez szerintem fontos különbségtétel, tehát nem a versenytársamra, nem a személyre irányul. Nekem a labdával van dolgom. Hanem a labdára, így van, a labdára, de mégis valahogy úgy összeakadunk, hogy beleakad a kezem a másikéba. Nyilván nem szabadna, hogy beleakadjon, de ez így megtörtént, de hogy akkor fújják, és megáll a játék. Ez is fontos lesz majd, hogy megáll a játék, és hogy a bíró az mit jelez, és mit nem. De van egy másik, és én szerintem nagyon szép, ahogy így különbséget tesz a sport e között, a kettő között. A másik a sportszerűtlen, amikor a személy ellen irányulóan az ő mozgását és a működését állítom meg, de hát azt nem sportszerű módon, tehát nem fér bele, az már károkozás. Amikor én föltartóztatom, ő már, nem tudom, dobásban van, és én ellököm, meglököm, mondjuk. Ártani akarok neki, kárt akarok szándékosan okozni, holott nyilvánvaló, hogy ő már ezt be fogja dobni, itt már nincsen esélyem, de én mondjuk meglököm hátulról, hogy ne menjen be a pont, ez szándékosság. Igen. És hogy szerintem, és ezután, na, azt akarom mondani, az a különbség, hogy amikor sportszerűtlent fúj a bíró, akkor utána ugye dobhat a károsult,
tehát azt, amit nem tudott megtenni azért, mert neki kárt okoztak, azt ő megcsinálhatja, tehát beáll büntetődobásba is, dobhat kettőt, és még a károsult csapat kezdi meg a következő játékrészt az oldalvonalról, vagy az alapvonalról. És hogy itt látszik az, már egy finom differenciálása annak, hogy a sport hogyan kezeli, és hogyan ad visszajelzést arra, hogy te az agresszióddal most milyen mértékig mentél el. Ugye határhúzás és fair play, tisztázzuk le, igen, ugye? Igen, tehát hogy miről beszélünk, három helyzet van. Szükséges az agresszió, hogy én tudjak védekezni, és hatékonyan meg tudjam csinálni a dolgomat. Nem fúj a bíró. Amikor ez egy kicsit túlcsordul, nem szándékos, csak van egy ilyen módosult tudatállapot, amiben egy picit már túlcsordult ez, és ez már, és lefújja, nem engedi tovább a cselekményt. Szerintem ez nagyon fontos. Ő a józan ész kívül. Pontosan. És nagyon-nagyon nagy felelősségük is van, és nagyon nagy lehetőségük hogy van. Hogy megfelelő időpillanatban. Igen. És hogy mire mit fúj. Megfelelő módon. És megfelelő módon. Uh-huh. És akkor a harmadik, amikor meg már annyira túlcsordult, hogy tényleg károkozás lett belőle, és annak megvan a megfelelő következménye is. És hogyha egy picit ezt az utánpótlás sportba végig gondoljuk, akkor itt van az indulatnak a szabályozása, és annak a lehetősége. Míg mondjuk egy iskolai folyosói helyzetet párhuzamba hozva, vagy egy utcai helyzetet párhuzamba hozva, nyilván a pedagógus, nyilván van felügyelő a folyosón, de hogy nem tud mindig minden helyzetben ott lenni, és megfigyelni, hogy mi történik, és a megfelelő időpillanatban mondjuk azt leállítani, addig a sportban ott a lehetőség, mert mindig arra az egy szituációra figyel a bíró, illetve hát kettő vagy három bíró van ugye egy mérkőzésen. De hogy a gyermek megtanulja azt, és ugye nem azt mondja neki feltétlenül a bíró, hogy most te az indulatoddal mi van, az agresszióddal, stb., de hogy mégis azt képviseli, hogy itt most stop. Állj, nincs tovább. Uh-huh. Így van. Ugye más sportágakat is lehetne hozni, van, ahol kiállítás is jár, vagy ugye a sárga lap, piros lap, egyszer, oké. Mindenkivel megtörténik, hogy ebben a versenyhelyzetben, ebben a rivalitás helyzetben egy picit túlmegyek egy határon, túlfűtöttségből. Kapom a sárga lapot, hogy stop, itt már volt valami. Figyeljél oda, hogy meddig mész el. És hogy nagyon szépen lehet szabályozni, és ezáltal nagyon szépen szabályozódik az, hogy meddig van az a pont, amikor ez szükséges, és kell, és igenis használd, és mondja az edző, hogy használd az agressziódat, hát annak ott helye van az életedben, a tevékenységben, az eredményességedben, a cselekvésedben, és akkor ott jön a bíró, vagy hát edzésen az edző, most mindegy, vagy egy testnevelő tanár a testnevelés órán, és azt mondja, hogy jó, de itt most, ez most már túlzás, és ne tovább. Mi teszi a különbséget a között az ember között, aki képes minden belső erőforrását megmozdítani annak érdekében, hogy a saját testi határain túllépve sportolóként, versenysportolóként hatékonyan, sikeresen működjön, és a között, aki nem tud, még a torna órán mondjuk magasra ugrani se tud, mert hogy amikor érzi, hogy fáj, vagy kényelmetlen, vagy nem jó, vagy bármi, nem megy bejjebb, abba hagyja, kiszáll. Összefügg-e ezzel a témával ez? Összefügg-e ezzel a belső erővel, illetve az agresszió, mint tehát abszolút pozitív előjelű agresszióval? Mit gondolsz? Ez egy nagyon jó kérdés, lehet, hogy érdemes lenne akár megvizsgálni. Okay. De tényleg... Utassunk együtt. Igen. Nem nagyon láttam, vagy nem jött szembe velem még ilyen kutatás, de az nem jelenti azt, hogy nincsen. Tehát, hogy azt mondod, hogy nem is azt nézzük meg, hogy a civilek és a sportolók, hanem hogy mondjuk a civilek között még hogyan akár. Van az, hogy alacsonyabb-e az agresszió szintje, igen. Vagy a vonás agressziója annak, aki nem is megy bele a sporthelyzetbe, vagy nem is igen. Úgy áll neki. Hogy a testi határ, mondjuk a fájdalom, a kényelmetlenség, uh-huh. e az, ami őt visszatartja, vagy egyéb más? Igen, mindenképpen kényelmetlenséggel jár az, hogyha valaki ugye teljesít és kitolja a határait. És ez biztos, hogy benne van abban, hogy nehezebben tudja fölvállalni. Az is ott van, hogy azért az
alapvetően sokszor a könnyebb ellenállás felé megyünk. És hát nyilván könnyebb nem szenvedni, könnyebb nem kitolni a határaimat. Hogy lehet-e emögött egy alacsonyabb agresszív tendencia, vagy vonás agresszió? Ez jó kérdés, nem tudom megmondani, hogy összefügghet. Miért ne függhetne össze, de hogy nem tudom, hogy ennek tényleg ez a háttere. És azért azt tegyük hozzá, hogy sok minden, tehát nyilván nem csak ez az egy faktor kell ahhoz, hogy valaki sportoló legyen, vagy jó sportoló legyen, vagy benne legyen ez a hajtóerő, azért ez több tényező is kell hozzá. Létezik-e a profi versenysporton belül jelentése az asszertivitásnak? Jelent-e bármit az asszertivitás? Hát nézd, ugye az agresszivitást és az asszertivitást azt úgy különítik el, hogy az agresszióval úgy tudok előre haladni, hogy máson átlépek és kárt okozok neki, az asszertivitásra pedig azt mondják, hogy úgy tudok előre haladni, hogy közben a másik tiszteletben tartásával és nem okozok neki kárt. Én nem akarnám ezt túlmagyarázni, csak mindenki egy kicsit gondolja végig azt, amiről eddig beszéltünk. Szerintem akár azt a fajta védekezést, itt most leginkább ez volt a példa, amikor nem okozok a másiknak kárt, amikor nem fújják be fautnak, de hatékonyan meg tudom állítani a támadás lendületét, vagy ügyesen tudok védekezni, és nem tud olyan pontosan passzolni az ellenfelem, akkor már azt asszertíven csináltam. Zajlik tréning? Pont ez az asszertivitás. Tehát mondhatjuk akár így is. Elérhető tréning ez ügyben a sportolói életben, a sportolók számára, vagy akár az edzők számára, ami segíti ezeket a kiegyensúlyozott ilyen pszichodinamikai folyamatokat? Hogy elérhető mondjuk továbbképzés, vagy tréning, amin ők részt tudnak venni. Segítői lenni, folyamat. Hát most már egyre inkább alakulnak. De hogy azt gondolom, hogy ezeknek nagyon a kezdetén vagyunk, és nagyon az elején vagyunk, és korábban egyáltalán nem volt ilyen. Tehát, hogy semmilyen módon nem így néztünk a sporttevékenységre, nem láttuk ennyire differenciáltan ezt a tevékenységet, ahogy ezt most el tudtuk kezdeni látni. Úgyhogy ezzel párhuzamosan kezdenek el a továbbképzések, tréningek, és hát és alakulni, és ugye mi is az Egyesületben azért dolgozunk, hogy egyre több olyan lehetőséget adjunk az edzőknek, a bíróknak, a sportszektor résztvevőinek, testnevelő tanároknak, amiben meg tudják tanulni ezeket, rá tudnak látni ezekre a folyamatokra, és talán ez egy támasz is lehet nekik abban, hogy azt a nevelői tevékenységet, ami ott van a helyzetben, eleve adottan ott van a helyzetben, azt így ki tudják aknázni, és annak aktív résztvevői tudjanak ők is lenni. Pál Völgyi Ágnes, öröm volt, rengeteg tovább gondolni való mondat hangzott itt el szerintem, nem csak a sportolóknak, vagy az edzőknek, hanem akár a szülőknek, akik sportoló gyerekeket nevelnek, meg nem sportoló gyerekeket, és mindenkinek, aki picit gondolkodik a saját erőszakosságáról, ugye, vagy vagy önvédelmi képességéről. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek is köszönjük szépen, hogyha meghallgatták a beszélgetést. Lélektükör legközelebb 2 hét múlva lesz, várjuk Önöket akkor is. Minden jót. Viszontlátásra!